Sziasztok! Ebben a mai videóban megpróbálom bemutatni nektek a kedvenc outdoor, azaz kültéri eszközeimet. Megpróbáltam őket sorrendbe tenni, ugye külön a kések, aztán utána lesz evőeszköz, lesz multitool, ami félig evőeszköz, majd multitoolok következnek, ami ugye csak simán multitool, utána lesz powerbank, amit lehet, hogy néha powerbanknak fogok hívni, ezért elnézést kérek. És utána lesznek ilyen mindenféle vegyes cuccok, amiket igazából nem nagyon tudtam kategorizálni. Van, amelyikből csak egy van, vagy egy fajta, van, amelyikből több fajta, de ezt úgyis meg fogjátok látni. Úgy gondoltam, hogy megpróbáltam ezeket nagyjából ár szerint növekvő sorrendbe tenni. Természetesen azt, hogy ár szerint növekvő, azt úgy kell értsed, hogy amikor én megvásároltam, akkor azt az árat néztem. Tehát lehet, hogy azóta mondjuk kétszer vagy háromszor drágább lett, vagy éppen olcsóbb lett, ezért elnézést kérek. Bizonyos termékekhez megpróbálok majd linket tenni a leírásba. Ezek nem szponzori termékek, nem tudok kupont adni, nem jár nekem ezért semmiféle juttatás, csak szimplán arra gondoltam, hogy ha megosztom ezeket a linkeket a leírásba, megelőzöm azt a problémát, hogy ami bizonyos videóimnál előfordul, felteszek egy videót, és akkor jönnek a kommentek, hogy ezt hol tudom megszerezni, azt hol tudom megszerezni, meg amazt, és nem biztos, hogy akkor nekem még ezek a linkek megvannak mondjuk, vagy nem biztos, hogy van időm előkeresni őket. Ezért nyilván ezt megelőzve megpróbálom ezeket a linkeket beletenni a leírásba, hogy ezeket az eszközöket be tudjátok szerezni. Na most ezt a videót megpróbálom kétféleképpen rögzíteni, ha sikerül. Egyszer a telefonommal és egyszer a kis GoPro kamerámmal. Ugyanis kíváncsi vagyok arra, hogy melyik milyen kép és hangminőséget tud rögzíteni. Sajnos jelenleg mikrofon nem áll a rendelkezésemre, mivel nincsen. Így csak a beépített mikrofont fogom használni, megpróbálok hangosan beszélni, bár nem biztos, hogy kellően jól hallatszik. Legfeljebb majd felhangosítom a videó szerkesztéskor. És hát lehet majd a jövőben valamikor egyszer talán lesz lehetőségem mikrofont is szerezni, olcsóbbat vagy drágábbat, ilyet vagy olyat, és akkor lehet jobb lesz a hangminőség. Pillanat türelmet kérek. Csak itt van egy kis ventilátorom, amit lehet, hogy esetleg le kellett volna kapcsolnom még az elején, ugyanis búg. Így lehet, hogy a hang nem lesz valami túlzottan jó. Na most azok, amiket be fogok mutatni, outdoor eszközök, nem azt jelenti, hogy mindet viszem magammal non-stop egy-egy kempingre, túrára, hiszen ezeknek súlyuk van. Csak szimplán egyszerűen szeretném mindegyiket, amit csak el tudtam hozni magammal bemutatni. Volt még olyan, amit nem tudtam elhozni magammal, mert már tényleg nagyon telepagoltam a táskámat, és már nem tudtam több holmit magammal hozni. Ezeket nyilván majd esetleg egy másik videóban valamikor egyszer bemutathatom. Főleg a lámpákat, hiszen lámpákat jó lenne bemutatni, ugye leginkább ilyen fejlámpák, meg egyebek. Csak hát ugye most világos van, tehát világosban nem nagyon tudom bemutatni lámpákat, de ettől függetlenül is elhoztam magammal egy darab lámpát, amit be fogok mutatni. Nyilvánvalóan nem az lesz a lényeg, hogy meddig tudok elvilágítani, hiszen világos van, hanem az lesz a lényeg, hogy milyen jó kis outdoor lehetőséget rejt magában, mint olyan sok funkciója lenne, de azok nekem nagyon tetszenek, majd ezt úgyis fogjátok látni. Illetve van még egy eszköz, ami félig meddig lámpa, ezt szintén majd fogjátok látni később. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lassan vágjunk is bele, nem akarom nagyon húzni az időt, mert majd még meg is kéne szerkesztenem később ezeket a videókat. Jó, akkor kezdeném a késekkel. Ugye mondtam, hogy megpróbálom nagyjából árszín növekvő sorrendbe tenni. Keep in mind, hogy én még egyszer mondom, tehát amikor én megvásároltam ezeket, azt az árat fogom említeni. Lehet, hogy most a videó elkészültekor már nem ez az áruk, többe vagy kevesebbe kerülnek. Én nem fogom ezt nyilván folyamatosan követni, hogy mikor mennyibe kerülnek éppen.
úgyhogy először jöjjön ez a kés. Ez, hát próbáltam utána járni, hogy vajon honnan származhat ez a márka, de régebben is, meg később is, de egyszerűen nem találtam róla semmi információt. Ezt még annak idején Vaterán vettem, ugye itt oldalt lehet nyitni. Óvatosan. Kattalnik is, ez egy Elf Monkey kés. És tényleg nem találtam róla semmi információt. Rendkívül íres, fekete pengéje van. Én nem tudom, nálam valahogy ezek a fekete pengék sokkal jobban bejönnek, mint ami nem fekete színű. És tulajdonképpen van rajta egy ilyen zármechanizmus. Ne arra ugyatok, hogy esetleg a fókusz nem tökéletes, még alakulgat. És valakit fókuszálni közben. És ezt a zármechanizmust, hogyha a telefonom az egy helyben maradna, ezt elmozdítom balra, akkor óvatosan biztos tudom már zárni a pengét. Ez ugye arra szolgál, hogy a pengé az még véletlenül se tudjon elmozdulni a helyéről. Ezt nagyon sok késnél, illetve multitoolnál használják. Van az oldalán egy ilyen kis övreakasztó, vagy amire szeretnék föltenni, arra föl tudjuk akasztani. Aztán ezen kívül itt a végében van egy ilyen kis kihajtató extra penge. Ez bármire tudjuk igazából használni, madzagot elvágni, vagy esetleg valamit kvázi kiszedni, ugye? Mondjuk egy szálkát, bár én nem próbálnám meg ezzel. Sok mindenre jó, viszont ezen nincs semmivel biztonsági zár, sajnos. És itt a végén pedig van egy ilyen úgymond tüske. Ezt, hát nem akarok ötleteket adni, de például ugye, ha valaki bent ragad egy járműbe, akkor ugye ki lehet vele törni akár az üveget. Nyilván erre vannak jobb és profi eszközök, de igazából ha ezt a cél kiszolgálja, akkor semmi gond. Ez Vaterán volt nagyjából 3000 forint annak idején. Most lehet, hogy fele annyit ér, vagy esetleg ki tudja, drágább. Ha valahol valaki talál róla valami információt, azt én szívesen veszem. Közben itt van a következő. Ez egy Svédországban készült kés. Remélem a GoPro-n is lehet látni. Ugyanis közben két kijelzőt próbálok meg egyre figyelni. Ez egy, bocsánat, lehet látni, Morak név kés, amit gyakran outdoor közegekben morának is becéznek, és ez egy olcsóbb modell, egy olcsóbb típus, én 3000 forint körül vettem, és ezért tettem szintén ide, meg hát ugye igazából az első kés az nem valami márkás, míg ez már márkás, tehát ez egy jobb, sokkal jobb minőségű, hiszen ezt nagyon-nagyon sokan kedvelik, nyilvánvalóan ez egy rozsdamentes acél, nagyon-nagyon jó minőségű. Vissza is teszem a tokjába. Amit sajnálok ezzel kapcsolatosan, az, hogy bár van rajta ilyen övre csatoló felület, viszont nincs rajta semmi olyan biztonsági zár, úgymond, amivel érhettek volna azért a készítők, amivel meg lehet akadályozni, hogy könnyedén kicsúszson a tokjából. Nyilvánvalóan ennek funkciója is van, hiszen így könnyedén akár egy kézzel is ki tudod húzni a kést, és tudod használni. Van, akinek ez nyilvánvalóan előny, van, akinek pedig hátrány, hiszen egy biztonsági problémát jelent az, hogy könnyen kicsúszik a tokjából. Nyilvánvalóan felelősségteljes embereknek találták ki, akik tudnak használni egy kést, nem ijednek meg tőle. De én azért továbbra is azt mondom, hogy legalább egy tartót adtak volna hozzá, ami belfér és amiből nem csúszik ki. De ezt nem tudom neki felrúni, mert ez egy minőségi kés, és nagyon jó áron van tényleg, és nagyon sokféle verziója van, fajtája van. Úgyhogy mindenképpen lessetek rá a Morak név késekre. A következő árban már drágább, ugyanis még a Mora, mondom, 3000 körül volt, ez már a maga idejében 7000 forint körül volt. Most elméletileg már 10000 forint fölött van, ugye a drágulásoknak köszönhetően. És ez egy Gerber márkájú kés, amit úgy reklámoztak videóban, hogy hát igazából egy almát is fel tudsz vele szeletelni, tehát ilyen mindenféle célra is használható, de például ha enni akarsz, akkor arra is egy nagyon jó választás.
Ugye látni lehet rajta, hogy van egy ilyen kis faberakás, és szintén az elvárható övcsati. Én nagyon szeretem ezt a minikést, ugye mondjuk jön egy csomag, akkor ott van nálam, és könnyen fel tudom vele bontani, bár erre mondjuk egy szike is alkalmas, aminek meddig cserélhető a pengéje. Szóval el van adva a kérdés, most már nem venném meg ezt a kést, amilyen drága mostanság, de amikor ez még 10 000 alatt volt jóval, még ilyen 6-7 000 forint, és acra, ahol én vettem, ott még megérte. És akkor ezek után jön az úgymond utolsó kés, a nagy ágyú, a Cold Steel Luzon. És ez az első olyan késem, amin valami egészen elképesztően masszív és erős. Így nyílik, megpróbálom a GoPro-t is közelebb vinni. Csak közben a telefon kijelzőjét is figyelnem kell. Ez a baj, most meg a telefon nem akar. Oké, most már éles. És lehet látni, hogy ez azért egy betyáréles kés. Ez nem gyenge, nem pici. És ez a medium, tehát a Cold Steel Luzon Medium, azaz közepes méret. Az képest, hogy közepes méret, azért lehet látni, mondjuk a kezemhez viszonyítva nem pici a pengéje és nem gyenge. Tehát ezzel azért már lehet sok mindent is csinálni. Az erdőben, túrázáskor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős kés. Persze most lehetne vitatkozni, hogy jó, de én ismerek ennél erősebb kést is, de figyeljetek, ez nagyon erős kés. És az az oldal, ahol vettem, ott akcióban volt pont, mert az egy olyan oldal, ahol időnként hol ezek a fajta márkajökések, hol azok a fajta márkajökések akciósak. Most éppen ez volt akciós, amikor vettem persze, nem most, nem mostanában. És van belőle large, azaz nagy méretű, az meg ugye Cold Steel Luzon Large, tehát nem medium, hanem large van a nevének a végén, értelemszerűen. Ugyanúgy van rajta egy ilyen zármechanizmus, amelyet ugye, ha használunk, akkor ugye nem csúszik vissza a penge, nem ugrik vissza, csak úgy magától, és ha eltoljuk ezt a zármechanizmust, akkor vissza tudjuk csukni a pengét. Az mondjuk lehet esetleg probléma, hogy milyen könnyen tud kiugrani a helyéről a penge, de viszont nyilvánvalóan csak úgy nem tud visszazáródni magától, ami hasznos. Na most lehet látni, hogy tokokban vannak ezek rakva, azt hozzátenem, ezek a saját tokjaim, tehát ezek nem jártak hozzá gyárilag. Majd mutatok olyat is, amihez járt gyárilag tok, az dobozban van. Ezek a saját kis tartó tokjaim. Jó, akkor áttérünk az étkészlethez. Most a műanyagot azt nem hoztam magammal, mert nem, de hoztam magammal ilyet. Ezt ugye, mivel Quechua márka, egyértelmű, hogy a Decathlonba lehet vásárolni. Nagyon prémium minőségű, nagyon-nagyon könnyű, de mégiscsak azt az érzetet adja, minthogyha ugye otthon lennénk és otthon étkeznénk, hiszen nem egy műanyag evőeszközzel étkezünk. Nyilvánvalóan kés az nem járt hozzá, de hát ugye annyi késen van, meg szerintem a legtöbb túrázónak, hogy ez igazából nem probléma. Szerintem a legtöbb embernek jó lenne, ha végre rázumolna, vagy fókuszálna a telefonom, de nem akar. Oké. És akkor ez itt a villa kanál után. Én nagyon egyszerű mechanizmussal össze tudjuk csukni. Nem kell félni, nem csukódik össze magától étkezés közben. Nagyon jó minőségű, és egy ilyen picike, ugye mutattam, tartóba érkezett, tehát ez hozzájár. Ennek a hátránya az az, hogy nagyon-nagyon rosszul találták ki, ugyanis az oldalán néha kicsúsznak belőle ezek az evőeszközök, tehát azért itt még össze lehetett volna varni, srácok, tényleg, tehát azért ez a gumi, azért ez, na, elég egy bína megoldás, de szépen néz ki, jó minőségű. Ugye a Decathlontól el lehet várni ezt a minőséget, hiszen én úgy gondolom, hogy az egész üzlet minőségi kívül, belül, a kiszolgálástól kezdve, az üzletnek a kialakítása, hogy tényleg tágos terek vannak, és nem loholnak a hátsó feledbe a többiek, mint mondjuk egy bevásárlóközpontba. Tehát lényegében a Decathlonban nagyon egyszerű a vásárlás az önkiszolgáló kasszánál, úgyhogy javaslom, hogy egyszer nézzetek be oda. Ezt promo nélkül mondom, tehát én ezért nem kapok semmit, nekem ezért nem jár semmi, én magam megyek oda, magam vásárolok saját pénzemből, és
gyűjtögetem a pontokat, amiket be tudok váltani, ugye 1000 forint kuponra, meg hasonlók. Na de haladnék tovább, mert a telefonom nem tudom, hogy épp mit művel, hogy leállította a felvételt. Majd otthon ránézek. És akkor ugye, mivel a különböző multituloknál jártunk, jön ez, ami egyfajta ilyen hibrid, ez a Baladeo márka. Van belőle egyébként, és létezik belőle, nekem nincsen. Más színvariáns, például ami ezen narancssárga, minden ami narancssárga, az lila a másikon, illetve van olyan, ami azt hiszem ilyen füst színű, ilyen feketés, szürkés átlátszó. Ez tokkal együtt jött, de hát ez ugye le is ír róla, hiszen Baladeo rá van írva. Tehát ezt nem kell külön megvenni. Ez egy pluszpont, és akkor ott látható, hogy az oldalán is van egy lenyitható eszköz, csak marha nehezen nyílik le. És van rajta továbbá, ugye, pillanat, egy kés, egy inox penge, és nem pici. Abszolút nem pici, pedig a telefon fókuszálna, és nagyon-nagyon jó minőségű, tényleg. Tehát a Cold Steelhez tudnám hasonlítani leginkább. És akkor ugye ezt is zármechanizmussal tudjuk visszazárni, mint a legtöbb ilyen kést. Tehát itt így most már fog fókuszálni valószínűleg. A hátulján van ez a gomb, és akkor ezt, ha megnyomjuk, akkor vissza tudjuk csukni a pengét. És ami a különlegessége, hogy van rajta egy villa és egy kanál, ezt ki kell nyitni, el kell forgatni, mind egy kulcsot, és akkor le is jön róla a villa és a kanál. Akkor utána vissza is lehet tenni. Fontos, hogy ugyanabba a pozícióba tegyük vissza, amivel voltak. Fontos először, másodszor, hogy ez le legyen nyomva jó erősen. Különben ezt a zárat nem tudjuk visszacsukni, ugye? És akkor utána ezt egy picit fölfelé kell nyomni, majd elforgatni, és ha elforgattuk, akkor utána ezt már vissza tudjuk csukni. És akkor rögzőbe van ugye a kanál, illetve a villa. Tehát ez a Baladeo, mondom, ez kapható lila színben, és ha jól emlékszem, még fekete színekben is, színvariánsba. Majd vissza is teszünk akkor a tokjába, tartójába, majd a dobozba, amelyben bár van egy leírás, de én úgy gondolom, hogy olyan sok funkcióval nem rendelkezik. Ez nagyjából egy 10-es. És az soron következő, tehát nagyjából 10.000 forint. A quechua evőeszközök azok, ha jól emlékszem, ilyen durván 1000-1500 forint körül voltak, amit előtte mutattam be, csak elfelejtettem említeni az árat, elnézést. A következő multitool, az szintén ugyanez az árszegmens, mint amit az előbb mutattam, multitool, viszont azon nincsen evőeszköz. De ez nem is probléma, hiszen sok minden más van rajta, mutatom a dobozát. Igen, ez egy Nextool márkájú multitool, amely, ha minden igaz, egy kínai cég, tehát ilyen AliExpressen például meg lehet őket találni. Kiveszem szépen a dobozából, amelyben egyből kapásból található egy ilyen tok. Benne maga a multitool, plusz mögötte egy ilyen kis extra zsebbe, igen, egy extra zseb, jól hallottátok? Ezek a bitfejek, amelyeket rá lehet tenni. Ugye remélem rendesen ráfókuszálom, próbálom a GoPro-nak is bemutatni. Mert ugye máshol van a GoPro, meg máshol a telefonom. És akkor ezért a zacskóba, én zacskóba tartom, mert az gyárilag járt hozzá. Itt van maga az eszköz. Értelemszerűen az egyik oldalán van egy fűrész. Ilyen dupla pengéjű. Ez egy nagyon erős és nem kicsi fűrész, tehát látszik mondjuk így a középső ujjamhoz viszonyítva. És akkor a zármechanizmus ugyanúgy, mint a legtöbb esetben, be kell nyomni, és akkor már vissza lehet csukni, tehát nem ugrik ki csak úgy magától, vagyis vissza. A másik oldalon természetesen mi más, mint penge. Meglehetősen éles ez a penge, bár lehetne élesebb is, tehát valószínűleg nem ez fogja megváltani a világot. És akkor ugyebár ezt szét lehet nyitni.
ugye kábelvágó és még sok minden más egyszerre. És akkor itt oldalt van ugye három darab eszközünk, három ilyen pici eszköz, főleg hogy csak ki tudnám venni onnan. Ugye különböző csavarhúzók, és még mellette egy kis reszelő, aminek egy pici penge van a végén. És akkor tulajdonképpen erre a fölülső csavarhúzóra, erre lehet rátenni a bitfejeket, amiket mellékeltek hozzá, amiket most egyesével nem fogok rátenni, de nagyon jó minőségűek. Itt a belülső részén található ezen felül egy olló, amelyet itt ki lehet hajtani, majd pedig ezen a részen. Ez egy meglehetősen nagy olló, és ez azért különösen jó, mert én azt vettem észre, hogy a legtöbb multitoolnál, még akár a márkásabbaknál is, mint például a Victorinox, nyilván annak nem ez a funkciója, nem ez a kategóriája, nagyon-nagyon pici az ollója. Tehát lehet látni, hogy a kezemhez képest ez nem pici, és nagyon jó érzés ráadásul vágni vele, tehát nem rossz. Nyilván egy picit lomhának érződik, de nem gyenge. Alapvetően ez egy egyszerű kis olló, és akkor ezt így össze lehet csukni. Én szerintem rendkívül jó árérték arányban van a szokásos övcsat. Az ugye megtalálható rajta, az övcsatoló. Ez is egy körülbelül 10.000 forinttól indul, tehát ugyanaz az árszegmens nagyjából, mint a másik volt a Paladeo. Pillanat csak elpakolok közben. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eszköz. A Nextool Black Knight, azaz fekete lovag. Na most ennek van egy Pro verziója, úgymond, Pro verzió, bár ennek mint a több megnevezését is láttam volna, amely ráadásul nem csak full fekete színbe kapható, hanem mondjuk a full fekete színre még rákerül egy zöldes, ilyen nem is tudom, olajzöldes vagy terepzöldes festés, esetleg ilyen bordó, vörös, vagy pedig kékes, valami haloványkékes festés, meg még nem tudom milyen verziói vannak, én ezeket láttam. És ezt a Pro verziót is természetesen beszereztem, hogy be tudjam mutatni, illetve hogy használjam. Ugye amit elraktam a dobozába, a Nextool Black Knightot, ezt is bemutatom. Na most tudni kell a másikról, Pro verzióról, hogy ez egy pár ezer forinttal, de tényleg csak pár ezer forinttal drágább. Legalábbis amikor én vettem, de már akkor láttam, hogy rohamosan drágul. Mivel azt hazai oldalon egyelőre nem lehet kapni, úgyhogy valószínűleg a hazai oldalak is szépen elkezdtek berendelgetni belőlük, gondolom én, vagy hát esetleg youtuberek, és valószínűleg ezért ugrott meg nagyon az ára, vagy esetleg figyelte, hogy beleraktam a bevásárlókos aramba az AliExpressen, és akkor gondolta, hogy meglep engem egy kis ajándékkal, és még drágít rajta, de mindesetre még így is sikerült kifognom a legolcsóbb változatot, a legolcsóbb verziót, ami persze nyilvánvalóan ilyen nagyon-nagyon szép bordó, vörös, nekem ez bordó, de igazából teljesen mindegy, szokásos övcsati a hátulján. Most azért lehet látni, hogy ez sokkal nagyobb, masszívabb, mostumabb, mint a Black Knight, ugyebár nyilvánvalóan az ára is nagyobb, masszívabb rajta minden eszköz, prémiumabb, meg itt azért már tényleg próbálták ezt a Leatherman vonalat követni, hogy akkor itt ezt is lehessen ugye szíjjel szedegetni, és akkor cserélgetni rajta az eszközöket. Nem azt mondom, hogy ez egy Leatherman minőség, tehát azért ez továbbra is egy kínai cég, de ember, tehát azért az árér Leathermant nem kapsz. Nyilvánvalóan megpróbálom távolabb vinni, hogy lehessen látni tényleg, hogy mekkora penge, milyen brutálisan nagy az az egész eszköz. Nekem nagyon tetszik, én imádom. És akkor ezen három teljesen más extra kis eszköz van az oldalán. Lehet is látni, mint a Black Knight eszközön volt. Próbálom kihajtani, csak pont útba van itt minden előttem. Mármint a kamerára gondolok. Tehát itt lehet látni ugye mindenféle más eszköz van rajta, mint a Black Knight-on volt.
Na most ehhez nem jártak bitfejek, és egyelőre még nem is találtam rá megoldást, hogy használni lehessen a Black Knight bitfejeket hozzá, vagy csak elkerülte valami a figyelmemet. Van minden itt vonalzó. Most nyilván az, hogy a bitfejeket nem lehet, nem jár hozzá, és nem lehet őket használni. Egyébként, ha nem vetétek volna észre, ehhez is jár egy ilyen tartó, mint a Black Knighthoz. Nem tudom, hogy bemutattam-e korábban, hogy látszott a videóba. Itt is elég nagy méretű penge van. Azt nem mondom, hogy annyival nagyobb, mint a Black Knight-nál volt, de azért mégis egy picit robosztusabb a penge, és természetesen a fűrész, amelynek a, hát mondjuk úgy, hogy a kialakítása nem annyira jó, hogy nehezebben lehet kivenni a helyéről. De ettől függetlenül szerintem nagyon-nagyon erős ez a fűrész. Még erősebbnek érződik, ráadásul van itt egy ilyen kis bevágás a végén, mint amilyen a Black Knight esetében volt. Sokkal-sokkal robosztusabb az egész, én nekem mind a kettő nagyon tetszik, én mind a kettőt tudom ajánlani, de csak elteszem kapjába, főleg ha megtalálom a szocskóját is. Nekem mind a kettő nagyon tetszik, és mind a kettőt tudom javasolni, hogy próbáljátok ki. Nyilván, hogyha sporolni akartok, akkor azt mondom, hogy a Black Knight-ot vegyétek, hiszen az az olcsóbb, plusz ahhoz járnak bitfejek, ami azért életmentő lehet, főleg ha valaki mondjuk bringázik esetleg, vagy valamit szerelni akar, én azt mondom. De hogyha úgy érzitek, hogy a Pro verzió színre jobban tetszik, mondjuk, hogy pont olyan extra kis eszközök vannak az oldalán, ami nektek kell, hogy nagyobb legyen az olló, kell, hogy robosztusabb legyen rajta minden, akkor nyilván a Pro verzió. Nem biztos, ezekhez tudok majd linket adni, mert ezek már AliExpressről lettek rendelve, ez a kettő Next-tól, hiszen, mint mondottam, ezek már ilyen kínai cuccok. Tudtam már legalábbis kínai. De ha tudok, akkor teszek linket a leírásba. Nyilván ezzel az a probléma, hogy az AliExpressnél lehet nem a legolcsó verziót fogom tudni belinkelni. Tehát az, amit én rendeltem, lehet, hogy annál már van olcsóbb verziótje. Ha legörgettek az aljárak, ott lehet látni hasonló ugyanilyen márkájú terméket, és lehet, hogy az olcsó még szállítással együtt is. Ez nem az én hibám, ez az AliExpress hibája, hogy folyamatosan változnak az árak. Közben mutatnám a következő dolgot, mert nem tudom még milyen hosszú lehet ez a videó. Ez ugye, ha jól emlékszem, Gerber, ugye? Gerber Dime. Na most ez egy nagyon-nagyon picike kis multitool, mindenféle eszközökkel, van rajta még egy pici olló is, főleg ha megtalálom, itt van. Ez az olló, hát ez ilyen nem egy nagy és masszív erős olló, sőt egyszer már szétugrott nekem, nyilván azért a mechanikája nem olyan jó, mint annak, amit az előbb mutattam, Black Knight, tehát a Next Tool-ok, de azért nem rossz. És ilyen is található, nyilván kés, meg ilyen olyan eszközök, csavarhúzó, meg mi egymás, fügyfürütty is. Tehát az ármenezés is annyiba kimerül rajta igazából, hogy nehezebb visszacsukni, de ennyivel vissza tudod csukni. Ez egy ilyen egykezes tulajdonképpen mondhatni. Tehát ez volt a Gerber Dime. Amikor én annó ezt vettem, akkor volt, ha jól emlékszem, egy durván 10.000 forint. Tehát ez megint az az árszegmens. Ezt azért a végére hagytam, mert ez csak ilyen kis extra, úgymond, tehát, hogy magaddal viheted bárhova. De nem egy olyan nagy cucc. Nekem azért áll közel a szívemhez, mert édesanyámtól kaptam. Tehát nyilvánvalóan ennek nekem inkább eszmei értéke van, mint sem az, hogy most hú, mennyibe kerül. De nagyon szeretem. Tehát ez is egy nagyon aranyos kis eszköz. És akkor lassan elkezdünk átevezni a powerbankekhez, amit én néha powerbanknak hívok. Nézzétek el nekem. De még mielőtt átevezünk, egy félig meddig powerbankot, powerbanket fogok bemutatni. Ugyanis ugye, mint mondottam, GoPro-val is kamerázgatok időnként, és van ez a Ruik Pro tartó, amit ha egy elforgatok, akkor itt van benne a 3 darab GoPro akkumulátor, de ezen kívül lehet bele még tenni memóriakártyát, ha jól emlékszem, ez egy memóriakártya tartó, de nem olvasó, viszont ne legyünk elégedetlenek, itt már van memóriakártya olvasó, tehát oda tudunk beletenni egy microSD-t, tehát azért az nagyon jó, hogy ez egy kártyaolvasó is egybe, lassú kártyaolvasó, tehát nem kell egy ilyen csúcssebességre számítani, mert ennek nem az az alapfunkciója, hanem hogy töltse a GoPro aksiaimat, illetve biztonságban legyenek.
És hát nyilvánvalóan van rajta még egy normál USB-A kimenet is, hogyha esetleg erről akarunk valamit tölteni, de én ezt nem ajánlom, mert ezeknek a GoPro akkumulátoroknak nagyon kicsi a kapacitása. Fun fact, hogy amikor tölt, akkor ez a villámjel rajta, ez fehéren villog, amit a következő, nem a következő, ez az utáni powerbank, mert annak már kilóg a kábelje, azzal megpróbálok bemutatni, csak nem látok. Jó, mert eltakar mindent ez a két kamera, oké. És nem tudom mennyire látszódik, mert hogy az a baj, hogy itt most világos van. De valamennyire biztos látszódik, hogy villog a, ez a villámjelzés rajta fehéren, amikor tölt. Az a baj, nem tudok sötétséget csinálni a telefonot, most nem akarom elnyomkodni. De higgyétek el nekem, ez fehéren villog sötétbe, amikor tölt. Most nyilván valakit zavar ez a fény, akkor ezt el lehet forgatni, mondjuk benn meg a töltési jelzők világítanak, mindjárt mutatom. Ugye egy zöld, narancsárga, zöld. És ja, ennyi. Kihozom belőle, most nem akarom pazarolni a powerbanket. Ezek az aksik úgyis fel vannak töltve igazából. Ez csak egy kis extra volt, hogyha valaki esetleg használ egy GoPro kamerát, akkor ezt nagyon tudom ajánlani. Nem tudom már pontosan, hogy milyen aksik töltésére, a GoPro 8-ason van. Tehát nem tudom, hogy az ennél újabb vagy régebbiekhez is jó. Azt hiszem talán az 5-ös verziót, 6-os, 7-es még tudja, az újabbakat már nem biztos, úgyhogy ennek mindig utána kell nézni, hogy melyik ez jó. Oké, kezdjük el a powerbankeket. Itt van, ugyebár ez 10.000 mAh-es, és van benne ugye nyilván egy kiúszható USB-C kábel, amely nem törik meg egy könnyen, ne értsétek félre. És mellette pedig egy, azt hiszem, Lightning, amit én nem ismerek igazából, mert az úgy tudom, hogy Apple-ös tudsz, én pedig nem vagyok Apple-ös, nem azért, mert nem szeretem, hanem mert nincs rá pénzem, és hát én egy inkább Android felhasználó vagyok, pedig amúgy nagyon jók az Apple-ös tudszok, tényleg a minőségük, a tudásuk, ezzel most nem fogunk nyilvánvalóan vitatkozni, hogy túl van-e árazva meg sem, mert nagyon elkanyarodok a témától. Lényeg az, hogy ez egy nagyon jó kis powerbank, hiszen nagyon kicsi a súlya, nagyon kis helyen elfér, tehát a zsebedbe akár 10.000 mA, és ez az egyetlen powerbankem, ami extrém gyorsasággal képes feltölteni a telefonomat. Igaz, akkor nagyon túl melegszik ez a powerbank, de ez az egy, amivel tudja azt a fajta töltési módot, hogy az valami iszonyat gyorsan feltölt. Sajnos ez már kifutott termék, már nem kapható, de valami hasonlót esetleg majd belinkeletek, vagy nem tudom. Ez a Bezos, azt hiszem, hogy Elf, vagy melyik kiadás. Meg nem mondom már pontosan, és akkor van egy kijelzője. Ugye oldalt, ha megyünk, akkor lehet látni rajta, hogy hány százalékon van éppen, illetve hogy tölte vagy sem. Itt pedig egy USB-C port az oldalán, amelyen keresztül még lehet valamit tölteni, vagy pedig ezt az eszközt valami másról, mondjuk egy aggregátorról, ugye Power Station akár. És akkor jöjjön a következő powerbank, ez a Bezos POV. De más néven is szerepel, ebből van, létezik 10.000 mAh-es változat, ez itt a 20.000 mAh-es. Megyem az oldalán gombot, akkor a kijelző bekapcsol. Nehézség, félreértés, a powerbankek nem úgy működnek, hogy az oldalukon lévő kibekapcsoló gombbal lehet kibekapcsolni az eszközt, ez a kijelzőjüket kibekapcsolja. Tehát az eszközt nem tudod csak úgy unblock kibekapcsolgatni, hanem hogy gyakorlatilag ez csak a kijelzőt kapcsolja ki be. Úgyhogy ezt érdemes észben tartani, hogy ne hagyjunk kábeleket beledugdosva a powerbankekbe. Ha nem használjuk, húzzuk ki belőle, mert az a biztos. Most nyilvánvalóan egy picit furának hangzik, azért mondtam, hiszen ebből kilóg egy USB-C kábel, de ez bele van építve, amit egyébként ha itt kihúznék, akkor egy kis ordó füllé alakulna, tehát így tudom akkor cipelni magammal, amit amúgy nem ajánlok, mert nyilván a USB-C kábelnek az élettartamát lerövidíti, hogyha ezt én így cipelem magam mellett, úgyhogy ezt ebbe kapaszkodok és így lóbálom, tehát azért ezt nem javaslom. De minden esetre ez egy lehetőség. Én nem szoktam igazából ennél fogva cipelni a powerbanket, mert nem tesz jót szerintem a kábelnek, bármilyen erős is ez a kábel, hogy esküdnek rá, hogy tényleg ez a legerősebb kábelnek, nem lesz baja, én ezekben nem hiszek. Tehát még egyszer ebből lent venni gyengébbet, 10.000 mAh-es, ez 20.000 mAh-es kapacitású, és 22,5 wattos teljesítményű.
Tehát azért tud gyors tölteni egy telefon, de olyan ultra gyors töltés, vagy minek hívják, azt nem tud nálam, legalábbis az nem működött. Ellentétben a másikkal, amit mutattam előtte. Bár ez sok mindentől függ egyébként, tehát eleve milyen telefonunk van, mekkora teljesítménye lehet tölteni, ugye ez nyilvánvalóan a telefonoknak a leírásával szerepel, de mi most ezen fogunk foglalkozni. Jöhet a következő powerbank, amely most egy ilyen nagyon-nagyon undorító monstrumnak tűnik, mivel én összeragasztottam. Ennek mindjárt megmagyarázom az okát. Van rajta egy Bezos márkájú kiúszó. Ja, egyébként az előző két powerbank és Bezos márkájú volt, ha esetleg ezt nem említettem volna, elnézést. És azoknál ugye említettem, hogy mekkora kapacitásuk árat, azért nem tudok mondani, mert már nem ma vettem őket. Ezt viszont nemrég vettem, ez 19 000 forint, és ez viszont nem 10 000, nem 20 000, hanem 40 000 milliamperes, legalábbis a doboza szerint a valódi teljesítménye az, hát elvileg hozza nagyjából ezt. Na most először bemutatnám majd, hogy mi van rajta, és utána a powerbanket, hogy tisztázzam. Ez egy kihúzható Bezos töltőkábel, USB-C, ahol elengedem, ott megáll, tehát igazából olyan hosszúra tudom kihúzni, amilyenre szeretném. Nyilvánvalóan persze azért van egy limit, hogy maximum mennyire lehet, de azért ez egy nagyon jó dolog, hogy nem van szanaszéjjel a táskánkban a töltőkábel, hanem visszaugrik a helyére. Ezt azért ragasztottam rá, hogy mindig kéznél legyen, nyilvánvalóan külön is cipelhetném, csak az a helyzet, hogy ahol ezt a fajta powerbanket használom, ott szükségem van arra, hogy ez a kábel nálam legyen, és ne kelljen keresgélnem, ezért ragasztottam hozzá. Tudom, kókány megoldás, de nekem így jön be. És ez pedig egy ventilátor, tudom, nem nézitek ki belőle, ez tud közepes fokozatot és magas fokozatot, amit pont nem látszódik a ragasztó miatt, ott van fölötte, és ugye leveszek a kupakját, akkor egyből le is ugrik ugye ez a fej, mert ez így egyenesen áll, és akkor bekapcsolom, most maxra tolom, egyből elkezdett ugrálni a kamera, nyilván, megpróbálom kikapcsolni, pillanat, csak úgy van minden. Egy. Nagyon erőteljes ventilátor. Na most ebből létezik rózsaszín verzió is, meg nem tudom, hogy milyen szín kombinációkban vásárolható meg. És inkább mondanám múlt időben, ugyanis az a probléma ezzel a ventilátorral, hogy ez már egy kifutott típus, ha nem urálna a telefonom közbe. Látható az alján, hogy ez már nagyon régi micro USB-s csatlakozású, akkoriban még, hát nem azt mondani, ez volt a divat, de ez volt az olcsóbb megoldás, ezért is volt ennyire olcsó az a ventilátor, annak idén 3000 forint körül volt akkor akcióba. Aztán később ugrott az ára 7000, 10000, aztán végül kifutott termék lett. És akkor jön a powerbank, 40 000 milliamper, mint mondottam, körbe egy lámpa van rajta egyébként, ha ez érdekeltétek, hogy mi ez. Nyilván egy részét eltakarja ez a ventilátor, de ezt titeket ne zavarjon. Egy ilyen gumis fedőlap van rajta, ami hatalmas dolog, hiszen hát nem engedi, hogy belefolyjon a víz, ez hatalmas dolog. Én szerintem, ugye pillanatként meg is mutatom nektek, 2 USB-C és 2 USB-A port, ha jól emlékszem, rá is van írva az oldalára, hogy 20-22 watt teljesítmény, tehát mint az előző powerbank volt ugye a fehér szín, a Bezos Bipov, hasonló teljesítmény ez is. És akkor megnyomom ugye a kijelző bekapcsolóját, látjuk, hogy 99%-on van. Megnyomom egyszer, akkor RGB módban világít, nem tudom ez mennyire adja vissza a kamerákon keresztül. Még egyszer megnyomom, szintén RGB módban van, de ilyen lassan változnak a színek, tehát ilyen hangulat, világítás. Aztán valahogy elő tudtam hozni rajta olyat, hogy csak egy darab szín világítson. Aha, ez az kék, piros, zöld, sárga, zöld, kék, lila, ennyi. Ha pedig a legalsót nyomom meg, simán csak világít, ugye ilyen, hát nem is tudom, hideg, fehér, meleg, fehér színben, meg nem mondom, de fehéren világít. Még egyszer akkor ugyanez, csak még erősebben világít. Harmadszorra, meg még ennél is erősebben világít. Ne kérdezzétek, meddig bírja.
mert nem teszteltem még, hogy meddig bírja, és akkor ezek is hordozóval itt tudod cipelni magaddal egy bulira, vonnál a töltőkábel, ventilátor, minden. Jó, ez csak az én fétésem, és akkor megnyom még egyszer, akkor pedig kikapcsol ez a lámpa. Tehát 40.000 mAh egy nagyon jó RGB hangulatú legítás lámpával, nagy teljesítményű lámpával ellátva 19.000 forintért szinte ajándék, hiszen ezért az árért ilyet nem kapsz. És még egyszer mondom, elnézést, hogy össze van ragasztózva az egész, de nekem ez egy ilyen kombó powerbank, úgyhogy ez ilyen. És akkor itt jön az utolsó powerbankünk, ami egy ilyen nagyon szép tartóban érkezett, hiszen ez gyárilag jár hozzá. Ugreen 145 wattos, így van, 145 wattos, 25.000 mAh. Rá is van írva, és akkor gyönyörű szép a kialakítása tényleg. Jár hozzá gyárilag kábel, ami tudja ezt a teljesítményt kezelni. Nyilván ezt a 145 wattot ez csak ezen a porton keresztül tudja fölvenni, ezen az USB-C porton, tehát innen meg innen nem tudja, csak innen. És keep in mind, hogyha még rácsatlakoztatsz egy-két extra eszközt, akkor már nem biztos, hogy tudni fogja ezt a 145 vagy 140 wattot, hát hová mit írnak. Nyilvánvaló jó kérdés, minek ekkor teljesítmény, hiszen hát az a 20-22 wattosokkal bőven el van az ember egy okos telefon esetében. Tény is való, de ez nem az van, vagyis nem az a fő célja. Ez kérlek szépen alásan Microsoft Surface Pro tablethoz, amin Windows 11 fut, vagy ami van rajta éppen alapból, illetve ami a lényeg laptopokhoz. Ugyanis azok már annyi energiát igényelnek, hogy nem elég nekik egy 20 wattos powerbank mondjuk, hanem mondjuk egy nagyobb teljesítményű powerbank, vagy esetleg power station aggregátor. Tehát ezek az opciók vannak, ezek a lehetőségek vannak, hogyha neked laptopod van. Hálózatról tud használni, hogyha nem épp otthon vagy, akkor egy ilyennel tudod még tölteni útközben. Nyilván milliószor nem tudja feltölteni, hiszen nem olyan nagy a kapacitása, de én azt gondolom, hogy ez bőven elegendő egy bizonyos időre. Na, és akkor, mivel ez powerbank is volt pedig, és lámpa is, ezért bemutatom azt a lámpát, amiről beszéltem a videó elején. Ennek ilyen kihúzható a teteje, hiszen ha kihúzom a tetejét, maximum ennyire lehet, nem tudom mennyire adja vissza a videó, akkor máshogyan szórja a fényt. Meg is nyom rajta a gombot, maximum fényerő, még egyszer megnyomom alacsonyabb fényerő, még egyszer megnyomom, azaz harmadszorra pedig a legalacsonyabb fényerőt nyomja, utána pedig még egy ilyen piros világító vészfény üzemmódba is át tud kapcsolni. Na most a telefonom kamerája ezt sokkal részletesebben tudja mutatni, mint a GoPro kamerája. A GoPro-nál narancssárgás fénynek tűnik, a telefonomon keresztül pedig hát majdnem mind a valóságban ilyen pirosas fény. Úgyhogy a GoPro az egy ilyen narancssárga lantern, nem tudom, hogy mondják, hangulatvilágítást mutat, ami helytelen, nem tudom, a színkezelése valószínűleg nem a legjobb, vagy egy legjobbra van állítva. És akkor utána meg ki tudjuk kapcsolni. Elvileg tud, igen, bocsánat, kellett volna figyelmeztetnem, hogy seizure warning, tehát vagy nehogy rohamot kapjatok. És akkor ugye ez a gomb, amivel kibe kapcsolgattam, ez a karabiner nem jár hozzá, ezt én tettem rá, ez egy kínai boltból vettem, de ugye ezekbe a lyukokba itt a szélein bele lehet tenni karabinert, és akkor fel tudod karabinerezni a táskádra. Így, hogy ilyen lapos üzemmód, laposra van nyomva a teteje, így is lehet használni. Csak így máshogyan szórja a fényt, mint hogyha kihúzod. Nem azt mondom, hogy csak kihúzott állapotban érdemes használni, majd úgyis nyilván meglátod. Egyébként aki győri, annak van olyan webáruház, ahol Győrben is meg tudod vásárolni ezt a terméket, tehát nem kell szállítást fizetned érte, majd megpróbálom előkeresni a linket. És hát most 10.000 forint körül van, de annak idején is körülbelül ennyi volt. Nyilván nem azt mondom, hogy olcsó, de hát az se, hogy drága, tehát ez nagyon jó cucc, vízálló, teljesen vízálló, nagyon jól bírja. Itt látható, hogy egy gumis fedél alatt vannak a portok, ez megint egy pluszpont. USB-C csatlakozású, ami megint nagyon jó. Egy USB-A porttal tudsz róla tölteni dolgokat, de nem érdemes, mert nagyon kicsi aksia van. Ott a jobb szélen egy kis LED jelző, ugye ha pirosan világít, akkor tölt, ha zölden világít, akkor fullon van. Van az olyan egy kis kitámasztó, ha akarjuk használni, állítható dőlésszöggel, mondjuk sok értelmét nem látom, de még mindig jobb, hogyha van, mint ha nincs. Illetve ilyen kis extra, úgymond támaszok az alján, ugye
Én jobban örülnék neki, hogyha cserélhető lenne benne az akkumulátor, még egy nagyobb teljesítményűre, vagy hasonló. De hát nem lehet mindent egyszerre, ugye? Semmi nem lehet tökéletes. De azt mondom, hogy ez a Nebo márkájú lámpa, ez valami egészen fantasztikus. Én szerintem, ha túrázást akarjuk használni. És akkor most elérkeztünk oda, hogy jönnek az egyéb eszközök, ezekből már nagyon kevés lesz. Kezdem ezzel, ez egy ilyen kis batyú, egy ilyen kis táska, amit fel lehet rögzíteni többféleképpen az övedre, ugyebár én ezt arra szoktam használni, hogy szögeket tároljak benne, de igazából sok mindent lehet benne tárolni, extra zsebek is vannak benne, ezt még annak idején Wish-ről rendeltem, amikor még az AliExpress nem igazán volt elterjedt, de most is lehet venni AliExpressen, meg Wish-en is ilyet. Nyilván akkoriban a Wish az még Magyarországon se nagyon volt ismert, nem azt mondom, senki nem ismerte, de akkor még nem volt elterjedt, és akkor vettem ezt. Kis batyút. Érdemes ilyesmiket megnézegetni AliExpressen, mert nagyon hasznos tud lenni, ha nem is egyből akkor, hanem majd később jön egy olyan élethelyzet, amikor meg jól jön. Tehát ezt kell nézni. Aztán kint Győrben, a Duna Centerben, valahol a vége felé, ahol vannak ezek a kis üzletek, ugye a vége felé van egy nevű üzlet, hogy Teddy. Mint a Teddy Mackó, majdnem, csak nem Y-nal van, úgy emlékszem. Van nagyon sokféle termék, olyan termék, amiket máshol nem találsz, tényleg nem találsz. Ez nagyon-nagyon masszív, erős karabiner, a videó nem adja vissza, hogy mennyire erőteljes. Tényleg azért erőkifejtés kell, hogy ezt itt be lehessen nyomni, és ezek is nagyon nehezek és masszívak, erősek. Tehát ilyen karabinert nem kapsz bárhol. Nyilván nem azt mondom, hogy hegymászáshoz vegyél ilyet. Nyilván nem azt mondom, hogy ezek fogják megváltani a világot, de nagyon erősek, nagyon jók ezek a karabinerek. És nem csak ilyen karabinert lehet ott venni, lehet, hogy... Hoppa, egy kutya. Lehet, hogy 10 félét vásárolni belőle. Én szerintem nagyon-nagyon hasznos... mennyi kutya, te jó Isten. Én szerintem nagyon-nagyon hasznos, mindenféleképpen próbáljátok ki. Végezetül tehát itt van még ez a ventilátor, amelyet említettem a videó elején. Na most meg a telefon hagyta abba a videófelvételt, megörülök. Jó, tehát most már a telefonon is látszódik, meg a GoPro-n is. Tehát végezetül itt van pedig a ventilátor, amiről beszéltem. Ezt kicsit elpakolok. Ezt ugye AliExpress-re rendeltem nem annyira régen. Nyilvánvalóan rám néz ki, és azt mondom az ember, hogy ez akkor gagyi. Abszolút nem az. A legtöbb USB-s ventilátorom, ami van otthon, az messze nincs ennyire jó, mint ez. Először is volt a USB-C port. Az már előny. Elég gyorsan tud tölteni egyébként. 6000 mAh-es beépített akkumulátora van. Most, hogy ezt elhisszük vagy sem, az nem lényeges. Ez a része, ez a fej, ez leveltő. És azáltal, hogy ezt a fejet eltekerjük, bocsánat, eltekerjük óvatosan, így le tudjuk venni, és ez azért jó, mert hogyha idővel elkezdenél beporosodni a lapátok, akkor egyszerűen csak el tudjuk öblíteni, vagy egy nedves, majd száraz törlőkendővel átörölgetni, és akkor már ugye értelemszerűen nem lesz poros, ami nyilvánvalóan problémát okoz a legtöbb ilyen USB-s ventilátor esetében. Pillanat, csak egyszerre figyelem a kijelzőket, meg közben a ventilátort. Jó, visszatettem a fejét. Ez egy funkciója, nem pedig azért, mert nem akarták ráragasztani a fejet, tehát ez direkt így van kialakítva, így mosható nyilván ugye a lapát része. És akkor 5 fokozaton keresztül lehet állítani, a kijelzőn lehet is látni. 1, 2, 3, 4, majd 5-ös fokozat, végül még egyszer megnyomva kikapcsol, és akkor a másik gombbal, a baloldalival 2 óra, 4 óra, 8 óra, végül pedig mégsem. Használjuk ezt a funkciót, ez egy időzítő funkció, amivel el tudjuk érni, hogy 2 órán keresztül menjen a ventilátor, és akkor utána automatikusan lekapcsoljon. Ez akkor jó, hogyha mondjuk még este alvás előtt még szeretnénk egy 2 órán át azért hűsítsen, mert nyilván nem egyből alszik el az ember feltétlenül, és utána kapcsoljon le, mert az a biztonságos, meg hát energiatakarékos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy pillanat, csak jobban lehet hallani, hogy nem megy.
Ez egy nagyon jó ventilátor, nagyon nagy teljesítményű, egyes fokozaton is igazából tornádót csinál, és ezt nem azért mondom, hogy prumbozzam, hanem azért, mert nekem már nem is tudom, legalább 4 féle USB-s ventilátorom hasonló mindez, tehát nem ezekre a hordozhatókra gondolok, amit már mutattam korábban, gondolok. Legalább 4 féle ilyen nagyobb méretű USB ventilátorom volt, és mindenféle különböző problémáik voltak, meg alacsony teljesítmény, meg elkezd legyengülni a motorja, meg mit tudom én, nem lehet állítani az időzítőt, nem lehet állítani a teljesítményt, nem, nincs beépített akkumulátora, nem tudod könnyen tisztítani, mit tudom én. És azt gondolom, hogy ahhoz képest az a ventilátor lehet, hogy egy picivel drágább. Amikor én vettem, volt 6000 forint, most felugrott 8000-re, ugye gondolom keresettebb lett, de lehet, hogy majd ahogy jön a hűvösebb idő, úgy megint le fog esni az ára valamennyire, és akkor megint érdemes lesz belőle beszerezni az embereknek. De hát figyeljetek, azért ennyi mindent egy ventilátor ezért a pénzért és ekkora teljesítményt egészen egyszerűen nem tud egy USB-s ventilátor, nyilván nem egy ipari ventilátor, de aki ugye hálózatról használ ventilátort, meg klímát, azért meg lehet nézni, hogy mennyit fizet érte havonta, hogy a villanyszámlát meg lehet nézni nyugodtan. Azért, ha meg ezt használ mondjuk egy powerbankről, egy powerstationről, agregátorról napelemet használsz, akkor ezért nagyon tudsz spórolni vele. Nyilván nem fog egy egész családot lehűteni, ahhoz többet kéne venni. De figyeljetek azért, ha oda teszed mondjuk valahova az ágy célébe, oldalába, itt tudom én, nagyon tudjám fújni a szelet, és nagyon tudám hűsíteni tényleg nyáron, amikor meleg van. Nem mondom, hogy ennél nem lehet nagyobb teljesítményű, vagy jobb minőségű ventilátor, de lehetséges, hogy ez a legjobb jelenleg, ami kapható AliExpressen, és én javaslom, hogy majd próbáljátok ki, ha megtalálom róla persze a linket, ha nem, akkor elnézést. Nagyjából ennyi volt szerintem mára ez a videó, ugyanis már a GoPro is párszor kapcsolt, így valószínűleg egy-két részlet ki fog maradni, vagy a GoPro-s videóból, vagy a telefonos videóból. Így mondjuk majd a hangot sem fogom tudni összeilleszteni, mert így már összevisszaság van. A GoPro valószínűleg túlmelegedett azon kívül, hogy lemerítettem az egyik aksiját. A hangminőség meg a képminőség az mondom olyan, amilyen. Nyilvánvalóan ezen nem tudok egyelőre változtatni. Ha lesz esetleg valami jobb kamerám később is, vagy mikrofon, akkor nyilván ez változhat. Mint már elmondtam, szintén a videó elején nem viszem magammal az összes túraeszközt, amikor elmegyek túrázni, csak egy részüket, úgyhogy ha esetleg valaki félreérteni azt, hogy ezt mind viszem magammal, nem, nyilván csak egy részét viszem magammal. Azért hoztam el mindet magammal, hogy nektek be tudjam mutatni egy videó alatt a java részét igazából. Persze lehet, hogy majd lesz olyan videó egyszerűen, amikor csak késeket, csak multitoolokat. Nyilván a csak lámpás az terve van, nem biztos, hogy nyáron. Lehet, hogy majd amikor már hűvösebb idő lesz, és esetleg hamarabb sötétedik, nem lesz annyira világos, mert hát így nem érdemes lámpát bemutatni, vagy esetleg egy másik helyszínen, ami közelebb van én hozzám, ugyan sajnos nincsen stúdióm, ahol ezeket a videókat rögzíthetném. És akkor megpróbálok majd nyilvánvalóan javítani a minőségen. Egyelőre ezeket tudtam nektek bemutatni. Nyilván olyan powerbanket kerestek, ami kevés helyet foglal, és könnyű, akkor egy ilyet keressetek, ilyen 10.000 mAh körül. 5.000-et azt, hát azt nem nagyon érdemes 5.000 mAh-eset, mert az túl pici. Ez is még azért elférhet egy zsebbe, de ez már jóval nehezebb briket, 20.000 mAh. A 40.000 mAh, inkább úgy nem 30.000 meg fölötte mAh, azok már nagyon nehezek. Szóval mindenképpen táskában tárolandó. Remax Fluorite, igen, ez a neve itt van az alján. Remax Fluorite. És akkor kapható ilyen sárga, illetve kapható ilyen fehér színbe. Jelenleg mondom, hogy 19.000 forint körül mozog, viszont nagyon jó társ tud lenni túrázáskor, vagy igazából bármikor. Mint mondtam, a lámpákból csak egyet tudtam bemutatni, plusz a powerbanknek a saját lámpáját.
mert arra most nincs lehetőségem, hogy itt ilyen környezetben, ilyen világosban lámpákat mutogassak be. Lassan befejezném a videót, köszönöm, hogy velem voltatok, és majd valamikor újra találkozunk, és még készítek videót. Sziasztok!